Adásunk elején láthatták ennek a budai polgár pukkasztó lakásnak a hatalmas, több mint 50 négyzetméteres amerikai konyhás piros székekkel megbolondított nappaliát, most pedig folytatjuk utunkat a háló irányába. Na most Móni, az a helyzet, hogy ez a család egyszer úgy dönt, hogy a lakásból inkább egy ilyen kortárs művészeti kiállításnak a helyszínét alakítják, akkor nagyon sok mindent nem is kell csinálniuk majd itt, nem? Hanem ez így önmagában ez így, pláne ebbe a szobába belépünk. Hát itt akár egyenként ki lehetne emelni, de most ez a lámpa például. De játékos. Játékos, igen. Azt mondja, egy kis tapadó korongos, nem. És akkor, ha már most így előpróbáltam az egészet én megfejteni, akkor az rímel a fallal, visszaköszönnek a párnák az előző helyről. De aztán megint más az egész, mint eddig. Igen, egyébként szerintem ez nagyon érdekes, hogy a tapétának a színeit megtaláljuk egy az egyben a párna színeiben. Igen. De teljesen más ugye a mintavilága, de mégis össze lehet házasítani, mert ugyanazok a színek jönnek Igen. vissza. Ja, azt hittem, ezt folytattam. Ja, én folytattam volna helyet, ja. azzal. Ez egy nagyon ismert és nagyon híres tapéta, és ezzel csínyán kell azért bánni, mert nagyon uralja a teret. Mivel tehát, nem hogy... működne például? Ha valaki azt mondja, hogy de tetszik, beteszem, mi az, amit ne csináljon vele? Hát nagyon nehéz ezt így megfogalmazni. Aha. Látod, azért ez is egy erős gesztus, és Igen. még azt mondhatnám azt is, hogy akkor ne fesse zöldre a falat, de egyébként miért ne fesse? Tehát, hogy ugye mindig arra biztatok mindenkit, hogy tegyük egymás mellé az anyagokat, uh-huh. és akkor fogjuk látni, hogy összejön-e vagy sem. És ha már itt vagyunk, egyébként ilyen pici tanácsként megnézhetjük ezt a függönyt, mert hogy ugye erről nekem említetted, hogy ez egy... azzal a tapétával szemben nem egy híres függöny, nem egy híres anyag, hanem egy kifejezetten egyszerű valami, és ez bárki megteheti, hogy vesz egy ilyet és feldobja még hozzá, így van, hogy? Így van, tehát hogy ugye ide elég sok függöny kellett a lakásba, nagy a belmagasság, és ezért próbáltunk ugye a költségvetésen spórolni, és hát ezeket lehet kapni kereskedelmi fórumban, különböző ilyen díszítő szalagokat, pomponokat, egyebeket, és hogyha azt rávarjuk a szélére, akkor ad az egésznek egy karaktert, igen. Hogyha csak így megnézzük tényleg, és akkor ezt így mellé tesszük, még egy kis bojt a végére, és mondom, mint egy kortárs múzeumnak a kiállító tere. De az, hogyha valaki ezt mondja, az neked jó esik, nem? Az nekem jó lesz. Igen. Na és akkor három fontos dolog, vagy érdekesség az elhangzottakkal kapcsolatban. Ha például konyhapultot tervezünk, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy a főzőlapot behelyezzük magába a konyhapultba, ezzel megnyújtjuk, és akkor így létrehozhatunk egy látványkonyhát, vagyis megvalósíthatjuk akár a közös főzés élményét is. Az is jó szerintem, hogyha merünk játszani a színekkel, de nagyon fontos, hogy előtte mindig nézzük meg, akár papíron, hogy az a két szín működik együtt, vagy talán még jobb, hogyha készítünk egy látványtervet. És igaz, hogy kitárult a világ, és most már az interneten tudunk inspirálódni, de az nagyon fontos, hogy mielőtt megtetszik egy bútor, vagy akármilyen berendezési tárgy, csak akkor vegyük meg, hogyha el tudjuk azt helyezni, akár gondolatban, a saját lakásunk méreteiben is.